a kormányzati előterjesztésben, viszont hogy nem raknak mellé költségvetést, hogy nem raknak mellé hosszú távú fenntartható kitekintési pályát, önmagában megkérdőjelezi azon szándékoknak a bizonyosságát, amelyek egyébként bennünk megvannak, és azt a gyanút kelthetik bennünk teljesen jogosan, hogy itt egy egyszerű költségvetési megszorító csomagról van szó, de erről később normál felszólalásban szólnék. Köszönöm szót. Köszönöm szépen. 2 perce Gőgő Zoltán, MSZP-s képviselő. Köszönöm, elnök úr, a szót. Ugye az nyilván világosan látszik, hogy a szakminisztérium, akinek ez alapvetően lenne a feladata, az nem tud csodát tenni, tehát fele pénzből kétszer annyi embert foglalkoztatni, hogyha valaki kicsit is ad a szakmaiságára, nyilván nem lehet. Ezért lett ez rendészeti kérdés, amit mi egyébként alapvetően nagyon sajnálunk, mert ugyan voltak Szombat államtitkár úrral is vitáink, de azért azok az irányok, ami a foglalkoztatás átvezetésről beszélt, a vállalkozói szférában abban voltak kezdeményezések, egy baj volt vele, hogy nagyon bonyolult volt a munkaerő kölcsönzés, meg hát még egy baj van vele, hogy Magyarországon olyan magasak a közterhek, hogy inkább mindenki a szürke meg a fekete gazdaságot választja. Tehát nyilván mezőgazdaság idény munkára, közmunkást azért nem vesznek igénybe, mert mindenki tudja, minden második ember nincsen bejelentve, itt meg nem lehetne csinálni, mert ugye az mind hivatalos lenne, és onnantól kezdve arra az időszakra természetesen a vállalkozónak kellene az összes terhet fizetni. Egyébként szerintem a megoldás sokkal egyszerűbb, mint a munkatáborok. Meg kell nézni az elmúlt években, melyikek voltak a leghasznosabb közmunkák. A leghasznosabb közmunkák többször előjött az erdőkbe végzett közmunka volt. Az állami erdészeteknél nagyon-nagyon sok olyan feladatot el lehetett végezni az elmúlt években, ami az ők maguk is, mint cégek is hozzájárultak anyagilag is, amit egyébként emberi kéz nélkül csak technikával nem lehetett megoldani. Én szerintem ebbe az irányba kell elmozdulni, és akkor nem kell senkit vinni sehova, mert azért erdő mindenhol van. És én is ezért sajnálom, hogy itt is van egy visszalépés, mert ugyanebben a körben a magánerdőgazdálkodók közfeladatait is beengedtük, és benni sót és több tízezer embernek a foglalkoztatást vállalták. Nagyon remélem, hogy elhaladszik majd a törvényalkotókhoz az a módosítás igény, ami a mezőgazdasági bizottságban elhangzott, hogy igenis, ami az erdészeti törvény a közfeladatnak minősül, az be lehet vinni a közfoglalkoztatásba, mert az nem profittermelő tevékenység. Más nem nagyon, tehát azért ezzel is óvatosan kell lenni, mert nyilván ezt meg a uniós versenyjog tiltja, hogy olyan helyekre mondjuk közfoglalkoztatást adjunk, ahol egyébként profittermelés zajlik. Úgyhogy én ezt csinálnám, de hát lelkük rajta. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Következő 2 perces Szilágyi György, Jobbikos képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. 2 dolgot szeretnék ismét hangsúlyozni, amit már többen elmondtak előttem, a differenciálás. Mondjuk több mint egy éve már lassan, hogy felméréseket kellene végezni Magyarországon, hogy azok a társadalmi csoportok, akik mély szegénységben élnek, akik 10-20 éve nem dolgoznak, fel kell mérni, hogy akarnak-e dolgozni egyáltalán, vagy csak mindig arra hivatkoznak, hogy nincs munka. Meg kellene különböztetni azokat az embereket, akik mondjuk elmennek tanfolyamokra, átképzésekre, és tényleg nem találnak munkát, vagy pedig akarnak-e dolgozni azok az emberek, akik jelen pillanatban nem találnak munkát. A másik az egész közmunka programnak a miensége. Tehát ez is sokszor elhangzik, hogy a közmunka programon keresztül kell visszavezetni ezeket a társadalmi rétegeket a munkába. Nekem már maga ez a szó nem tetszik, hogy vissza kell vezetni valakit a munkába, hiszen dolgozni mindenkinek kellene. És a múltkor láttam pont egy riportot egy ilyen közmunkással, amikor megkérdezte a riporter, hogy a település határában miért nincs lenyírva a fű, és akkor azt mondta, hogy azért, mert arra nincs idő. Mert hogy 4 órában végzik a közmunkaprogramot, bemennek reggel 8 órára, fél óra az eligazítás, mire kiérnének oda a település határába, az 9:30 lenne, akkor 1,5 óra alatt nem képesek arra, hogy lenyírják ott a füvet, mert még visszaérnek, az megint 1 óra. Hát ez nem a munka világa. Tehát, hogyha valakit így akarunk visszavezetni a munka világába, hogy elkezdődik a munkaideje, és majd 1,5 óra múlva kezd el dolgozni, akkor, amikor valóban találna magának egy állást, akkor ott nem fog tudni dolgozni, mert ő ugyanezeket az elveket, ugyanezeket a szabályokat próbálná megkövetni. Tehát meg kellene vizsgálni mindenképpen azt, hogy tehát differenciálni kellene, és a másik pedig az, hogy milyen jelenleg a közmunkaprogram, mennyire hatásos arra, hogy visszavezessük az embereket valóban tényleg a munkavilágában vele. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő 2 perces Pál Tibor, képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr.
Tisztelt képviselőtársaim, én Zékárpát Dániel hozzászólásában sok mindennel egyet tudok érteni, például az, hogy differenciáltan kellene ezt a kérdést kezelni. Magam is erről szóltam az előző két percesbe, és aztán ő azt is kérte, hogy mondjunk már olyan példát, amikor valaki visszakerült a munkaerőpiacra, akkor mondok néhány ilyet, csak hogy akik integrálódtak is, tehát akik valóban találtak. Ferencvárosban például nagyon sok olyan konyhai tálaló alkalmazott van, aki korábban munkanélkül volt, és visszakerült a munkaerőpiacra. Ilyen árufeltöltő is van, gépkezelő, nehéz gépkezelő és könnyű gépkezelő. Van olyan fotós, aki egyébként korábban munkanélkül volt, és ma már munkával rendelkezik. Tehát nagyon sok ilyen példát lehet mondani. De összességében azt szeretném azért itt elmondani, hogy kétségtelen, hogy figyelembe kell venni a kialakult helyzetet, mint ahogy Túri Kovács Béla mondja, de azért az nem jó, hogy ezt a jelenlegi rendszert ezt állandóan rángatjuk, és állandóan mozgatjuk, és újra szervezünk, hiszen ez történik. Az, amit Comba államtitkár úr elindított fél évvel ezelőtt, azért az valóban arról szólt, hogy legalább a kisvállalkozásokat, a helyi intézményeket, önkormányzattal együttműködve, költségvetési szerveket, akár civil szervezeteket be lehet vonni arra, hogy felszívják azokat az embereket, akik valamilyen munka irányába el tudnak mozdulni. Van iskolai végzettségük, érettségük, tehát szakmai. Ez jó irány volt. A nagy probléma az, hogy fél pénzből fél megoldás született. Amikor megkaptuk az ellátási szerződést, akkor kiderült, hogy mindez csak 3 hónapig és 4 órában csinálhatják. Erről nem Comba államtitkár úr tehet. Teljesen világos, hogy ezek után azt a nagy tömeget, ami kimaradt a munkavilágából az elmúlt fél évben, 3 évben, valamilyen más módszerrel kell foglalkoztatni. Ez egyébként meg nem más, mint azok a megaprojektek, amikről itt szó volt, vagy munkatáborok. Ehhez persze nem a munkaerőpiacon jó végzettséggel rendelkezők és a szervezőknek kell csinálni, hanem egy rendészeti szervnek, a belügyminisztériumnak. Ez más attitűd, más hozzáállást igényel, ezt képvisel a belügyminisztérium a korábbi Comba államtitkár úr által elindított programmal szemben. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Zsiga Marcell, képviselő új Fidesz. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Azért azt szeretném megjegyezni, hogy a Jobbik azért ne deklarálja magának azt, hogy a közmunkaprogramot és a közfoglalkoztatást elősegítő törvényjavaslatot a kormány előterjesztette, hanem sokkal inkább 2 dolognak kell ezt tulajdonítani. Az egyik dolog az, hogy az elmúlt 8 évben a szocialista kormányok által kialakított foglalkoztatási program az vagy nem jó, vagy pedig nem működött, hiszen a munkanélküliség Magyarországon igen magas mértéket, talán soha nem látott mértéket öltött egyes régiókban, így Észak-Magyarországon, például Miskolc környékén, és ezzel a gyakorlattal, ami pedig a másik szempont, az Orbán kormánynak szakítania kellett, és szakítani is fog. És úgy gondolom, hogy egy olyan közfoglalkoztatási és közmunkaprogramot fog a kormány véghez vinni, vagy legalábbis reméljük egy olyan programot visz végbe, amely valóban esélyt teremt arra, hogy aki munkát akar találni, az munkát tudjon találni, aki dolgozni akar, az dolgozhasson, és végre igazságos és rend jelszó alatt működhessen az a közmunkaprogram, amely eddig nem váltotta be a korábbi kormányok alatt a reményeket, és reméljük, hogy az a segélyezési rendszer, amely sok magyar választót felháborított az elmúlt időszakban, az nem egyfajta kényelmes megélhetést jelent, hanem egy olyan rendszerbe integrálódik, amely a segélyezést munkához köti. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, képviselő úr. Következő 2 perces Schiffer András frakcióvezető úr, LMP. Köszönöm szépen, elnök úr. Én igazából jobbikos képviselői társaimra szeretnék reagálni. Zékárpád Dánielnek a megjegyzésére csak egy mondatos reagálásom lenne. Túl azon, hogy természetesen abban van igazság, hogy az elmúlt 20 évben a roma integrációra költött pénzeknek egy jelentős részét, nem célszerűen használták föl, ha úgy tetszik, egy jelentős részét ellopták. Ezzel együtt persze, aki az integrációs programok révén feljebb került, az természetesen a saját tehetségéből került feljebb. Ebben önnek teljesen igaza van. Na de ezek a programok pontosan arról szólnak, hogyha egyébként valakiben van tehetség, az előtt ne záruljanak be a kapuk. Amit Szilágyi képviselőtársam elmondott, arra én csak annyi reflexiót tennék, hogy talán nem igazán szerencsés felosztani akár a roma, akár a nem roma
munkanélkülieket, mély szegénységben élőket, olyanokra, akik dolgozni akarnak, és akik dolgozni nem akarnak. Túl egyszerű a képlet. Most túl azon, hogy itt nem csak romákról beszél. Arról van szó, hogy azok, akik 10-15-20 éve munkanélkül vannak, ahol a munkanélküliség apáról fiúra száll, ott nem olyan egyszerű a helyzet, hogy jön a belügyminiszter, Szilágyi képviselő úr vagy más, és azt mondja nekik, hogy tessék dolgozni. Egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az országnak vannak olyan régiói, vannak olyan családok, ahol a reguláris életvitel nemzedékek óta ismeretlen. Egész egyszerűen azért, mert a munkába járásnak a feltételeit is megszüntették az elmúlt években. Tehát magyarul túl egyszerű lenne a helyzet, hogyha pusztán azzal lehetne operálni, hogy vannak, akik nem dolgoznak. Vannak olyanok, ahol egész egyszerűen az államnak feladata lenne a munkába segítés, mentorprogramokkal, másrészt pedig a munkába járás előtti akadályoknak a felszámolása, elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésével. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Túri Kovács Béla, fideszes képviselő. Hát tisztelt ház, azt gondolom, hogy nagyjából egész évben a vita eddig azt igazolta, hogy valószínűleg mégiscsak jó úton járunk akkor, amikor ezt a törvényjavaslatot előterjesztettük. Az LMP ugyanis azt állítja, hogy túl kemény, túl szigorú az a rendszer, amelyet bevezetni kívánnánk. A Jobbik meg azt állítja, hogy túl enyhe ez a rendszer. Valószínűleg ezek szerint egy helyes középúton vagyunk, hiszen szigorra mindenképpen szükség van. Az teljesen elképzelhetetlen, hogy valamiféle ráimádkozással történjen majd meg annak az elérése, hogy azok, akik 10 éve már megszokták, hogy nem kell munkába menni, azok most holnaptól kezdve lelkesen elindulnak a munkába, ide nyilvánvalóan kell valamiféle ráhatás, és az is egyértelmű, hogy ez csak a demokratikus keretek között lehetséges, és az emberség keretein belül lehetséges. Amiért még szót kértem, az gyakorlatilag Varga képviselő úrnak a megszólítása volt. Szeretném egyértelművé tenni. Ha van ebben az országban valaki, aki igazán szövetkezést szeretne látni a magyar vidéken, az én vagyok. És kezdettől fogva így van ez, most is, meg 20 évvel ezelőtt is így volt, csak nem kolhozt, hanem olyasmit szeretnénk, amely egyértelműen az embereket úgy viszi a munkába tulajdonosként, azokat is, akik ma mély szegénységbe élnek. Amikor én arról beszélek, hogy szociális földprogramot kell elindítani, nem arra gondolok, hogy béressé kell tenni az embereket, hanem annak a lehetőségét gondolom megteremteni, hogy valaki a munka révén eljuthasson a tulajdonvilágáig is, ne csak a munkavilágáig. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő 2 perces Szűcs Erika, képviselőasszony, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Én ehhez a 8 óra, 4 óra problematikához szeretnék most hozzászólni. Pócs képviselőtársam azt mondta, hogy hát meg kell ragadni minden munkalehetőséget, nem kell itt feltételeket támasztani. Az egyik dolog az, hogy az elfoglaltság az nem foglalkoztatás. Elfoglaltság a mai szociális ellátó rendszerben is van, hiszen a szociális segér, vagy akár a bérpótló juttatásért a szociális szolgálatokkal együtt kell működni, és ott vannak munkaerőpiaci tréninget és egyéb felkészítések. De én még inkább arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a belügyminisztérium azt nyilatkozta, és Pócs képviselőnek különösen, hogy ennek a programnak az a célja, hogy az érintettek biztosítani tudják a maguk és családjuk megélhetését. Hát akkor innentől kezdve igenis van jelentőség annak, hogy mennyit kap, de még inkább azt szeretném mondani, amit miniszterelnökünk mondott, amikor a vasárnapi nyitvatartás mellett érvelt, hogy ma Magyarországon 5 nap munkából nem lehet megélni. Na most tessék mondani, mi az igaz akkor? Amit önök mondanak, hogy ez a program biztosítja a megélhetést, vagy amit a miniszterelnök úr mondott, hogy még 5 nap munkából se lehet megélni, hát akkor 4 órából vagy félbérből. A családok 100 000-einek nagyon változatos az élethelyzete. Ez a program csak akkor tud megfelelően differenciálni a foglalkoztatásba vonásnál, hogyha visszaállítjuk a megfelelő munka európai norma szerinti fogalmát ebbe a szabályozásba, mert ez kezelni tudja a képzettek kérdését, és visszaállítjuk azt, hogy az államnak kötelessége a 90 napos foglalkoztatás biztosítása, és akkor innentől kezdve ez a probléma megvan oldva, lehet differenciáltan kezelni a nagyon régóta munkanélküli képzetlen embereket, és azokat a felsőfokú végzettségűeket, akiknek egyébként az első 4 hónapban a száma 8,5%-kal nőtt az álláskeresők között,
2 százalékponttal nagyobb a növekedése ennek a csoportnak az álláskeresők között, mint az alacsony végzettségűeké. Úgyhogy azt hiszem nagyon is fontos az, hogy egy differenciált, és igenis az érintettek társadalmi helyzetére, képességeire, képzettségeire tekintettel levő rendszert csináljunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Szilágyi György, jobbikos képviselő úr következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is leszeretném szögezni, hogy a közfoglalkoztatási részével a törvényjavaslatnak egyetértünk teljes mértékben, nem is tehetnénk más, hiszen nagy része a Jobbik programjában olvasható, tehát nagy a hasonlóság között. A Schiffer képviselő úrnak mondanám, hogy vissza lehet nézni majd a jegyzőkönyvekből. Képviselő úr, kisejtettem azt a felszólásokban azt a szót, hogy roma. Én arról beszéltem, hogy mély szegénységben élő társadalmi réteg, akik évtizedek óta nem dolgoznak, és arról beszéltem, hogy olyan emberek között kell különbséget tenni, akik esetleg átképzik magukat, és mindenképpen próbálnak munkát keresni. Tehát lehet, hogy ez már egy kényszeres helyzet önöknél, hogy állandóan a romákat kell védeni. Én nem mondtam ki a roma szót, csak ezért kértem szót, hogy ez a jegyzőkönyv részére rögzítve legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perces Schiffer András, LMP-s képviselő, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyébként Szilágyi képviselő nyugodtan kimondhatja a roma vagy a cigány kifejezés, abban sincsen semmi. Én pusztán arra kívántam reagálni, hogy a tartósan munkanélkül lévőknek a helyzete az egyáltalán nem olyan egyszerű, és akkor én áttérnék Turi Kovács Béla hozzászólására, aki természetesen már nincsen bent az ülésteremben. Nem olyan egyszerű, hogy pusztán azt lehessen mondani, hogy állami szigorral ezek az emberek visszaterelhetők a munkaerőpiacra. Az egyik, az LMP abba hisz, hogy alapvetően a magyar gazdaság és egyáltalán a foglalkoztatási piaci krízisnek a megoldása az éppen a lokális gazdaság erősítésében keresendő. A lokális gazdaságot azzal alig, ha lehet erősíteni, hogyha az az államnak a fő programja, hogy embereket elvezényeljen a saját lakóhelyükről. Nem tudom, miért gondolja bárki komolyan kormányoldalon, hogy azzal, hogyha úgymond szigorral, nem tudom, piramis építkezésekre vezényelik ki emberek tömegeit, azzal azok az emberek, akik évtizedek óta, generációk óta elszoktak azoktól a készségektől, amit a rendszeres munkavégzés jelent, ezek az emberek tartósan, hogyha majd a piramisokat fölépítették, tartósan vissza fognak tudni illeszkedni a munkaerőpiacra. Amiről én beszélek, hogy vannak olyan programok szerte a világon, amiknek az alkalmazásával embereket újra alkalmassá lehet arra tenni, hogy a rendszeres munkavégzés világába visszaszokjanak. Önmagában szigorról beszélni, ez sehova nem vezet, ezek időleges tüneti megoldások. Az az érdekünk, hogy ezek az emberek szakmát tanuljanak, rendszeres munkavégzésre legyenek alkalmasak, lehetőleg a lakóhelyükön. Ez szolgálja az ő családjuknak az egzisztenciáját is, és ez szolgálja azt, hogy Magyarországon a lokális gazdaság megerősödhessen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percben Varga László képviselő, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Én azt mondanám önöknek, hogy szerintem fejezzék már azt be, hogy tisztelet a kivételnek. Szóval ez olyan mélyen megalázó, éveken keresztül ilyen programok keretében dolgozó emberek, hogy hihetetlen. Én azt hiszem, hogy nem azt kell vizsgálni, hogy egyébként hol van egy-egy olyan pont, ahol nagyon jól működött ez a program, mert hogy nagyon sok helyen működött jól ez a program, és nagyon sok helyen értéket teremtett. Itt hagyj emeljek ki például egy olyan típusú Zemplénben zajló programot, Ricsém Vécsi István polgármester úr kezelésében, gondozásában, például erdőtelepítésre használták ezt a programot, több száz hektárokat egyébként országszerte, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos értékteremtő kérdés volt, jó volna ilyen típusú dolgokat megőrizni ebben a tekintetben. Még egy elvi kérdést tegyünk le az asztalra, de nyilván a hosszabb felszólásokban erről még lehet beszélni, hogy létezik-e néhány éves távlatban olyan társadalmi átalakulás Magyarországon, aminek a keretében nincs szükség már 8 órás tartósabb közfoglalkoztatása. Szerintem nem. Tehát vannak olyan térségek ebben az országban, ahol a következő években sem fog olyan csoda történni, amiért erre ne lenne szükség. Tehát az államnak ebbe felelőssége van. Önök ezt a felelősséget most szűkítik. Kevesebb felelősséget vállalnak ezekért az emberekért, kevesebb pénzt adnak nekik, kevesebb összegeket szánnak erre a közfoglalkoztatási programra.
Hát én azt gondolom, hogy ez szerintem semmiképpen nem vállalható. Túri Kovács képviselőtársammal kialakult itt egy párbeszél, ugye én jeleztem, hogy a szövetkezetek megléte esetén még lehetne olyan típusú programokon gondolkodni, amiről Gőgös Zoltán beszélt a 80-as évekből. Én azt hiszem, hogyha úgy sikerült volna privatizálni, főként az Antal kormány és az Orbán első kormánya idején ezeket a termelőszövetkezeteket, hogy nem lenne ennyi agrárproletár tulajdonképpen vidéken, akkor lehetne erről beszélni, de ma rengetegen, akik korábban, 90 előtt megéltek a földből, ma nem tudnak megélni. Ez is probléma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kettő percben Kis Sándor, jobbikos képviselő úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Schiffer képviselőtársammal értek részben egyet, aki azt mondja, hogy nem kell különbséget tenni etnikai hovatartozás szerint a hátrányos helyzetű munkanélküliek között. Ezért támogatom azt a gondolatát, amely arra irányulna, hogy vegyük ki a hátrányos helyzetű munkavállalók közül azt, tehát ezt az F pontot, hogy egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik. Hát úgy gondolom, miért teszünk különbséget a hátrányos munkahelyzetű munkavállalók között, hogy milyen etnikai kisebbséghez vagy milyen többséghez tartozik. Ha igazán sértő, akkor ez például sértő önmagára, az etnikai kisebbségre. Úgyhogy javaslom, hogy ezt az F pontot vegyük ki a törvényjavaslatból. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Két perces felszólással megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, én azt tapasztaltam az elmúlt években, sőt évtizedekben, hogy a legjobb szociálpolitika az az, hogyha az embereknek van munkája, hogyha dolgozni tudnak. Államtitkár úr is egyetért velem, még a bizottsági ülés keretei között is annak idején többször ezt megbeszéltük. No tehát akkor arról kellene gondolkodni, hogy ez a helyzet hogyan állítható elő, és közben nem elfelejteni persze azt, hogyha biztosítási jogviszony keretei között a dolgozó állampolgárok befizetnek, akkor azt a jogosultságukat ne veszítsék el, és mértékadó módon azok ne sérüljenek, amelyeket a befizetett pénzük ellenében kell, hogy élvezzenek. A másik része a dolognak, ami legalább ilyen fontos. Én azt gondolom, még egyszer megerősítve, hogy bár kicsi, 93 ezer négyzetkilométeren terül el Magyarország, mégis rettenetesen nagy különbségek is vannak. Mondtam, 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség van. Ebben a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségben félelmetesen nagy ellentmondásosságok vannak, még a kistérségeken belül is, és olyan mély szegénység, vagy már a nyomor peremére sodródott élethelyzetek sokasága, amely tekintetében alapvető felelőssége a mindenkori kormánynak az, hogy kezet nyújtson. Kezet nyújtson, másik oldalról pedig természetszerűleg elvárásokat is fogalmatosítson. De nem csak elvárásokat kell fogalmatosítani, hanem kezet is kell nyújtani. Ehhez viszont arra van szükség, hogy ezekben a térségekben, és szerintem nem csak a leghátrányosabb helyzetű térségeket érintően, hanem a leghátrányosabb helyzetű adottságokkal bíró emberek esetében, ahol hajlandóság, szándék van a munkához kapcsoltan, ott bizony biztosítani kell azt, hogy napi 8 órás munka lehetősége legyen az embereknek. És azt pedig meg kell követelni, hogy álljanak helyt. Álljanak helyt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Tisztelt osztályos, két perces felszállása következik. Szűcs Erika képviselőasszony, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr. Most arra szeretnék reflektálni, ami nagyon sokszor elhangzik, hogy nem váltotta be a reményeket az Út a munkához program. Ez egy nagyon fiatal program, 2009 áprilisában indult, 2010 közepén az új kormány nyilatkozatai már akár el is bizonytalanították a résztvevőket. Tehát nyilvánvalóan korrekcióra szorul, hát ezzel senki nem vitatkozik. De azért 15 milliárd helyett, ami 2008-ban finanszírozott foglalkoztatást, 2010-ben 86 milliárd forint volt az önkormányzati közfoglalkoztatás összege. 20%-ról a foglalkoztatásra fordított arány az ellátáson, a szociális ellátáson belül 50% fölé emelkedett. A munkát találtak a képzettebb emberek is, az önkormányzati érdekkörben, akiknek a korábbi közmunkaprogramokban jóval kisebb esélyük volt. Megerősödtek a helyi gazdasági
közösségi gazdaságfejlesztő kísérletek. Sokszor elhangzik, hogy a kis települések alkalmatlanok a közfoglalkoztatás szervezésére, miközben a pozitív példák mind néhány száz fős kis településnek a gazdaságfejlesztési programjáról és annak a sikerességéről, értelmességéről szóltak. És a harmadik, hogy nőtt a helyi vásárlóerő. Hát azért, bocsánat, rengetegen visszajelezték azt, hogy a boltban nem esett vissza a forgalom annak ellenére, hogy gazdasági válság van, hogy az emberek tudtak maguknak olyasmit is vásárolni, amit korábban nem. Tehát a helyi gazdaság megerősödéséhez egy lényegesen megnőtt helyi vásárlóerő kereslet társult. Tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak a programnak olyan elemei, amelyeket változtatni kell, de hogy megbukott, én ezzel a minősítéssel egyáltalán nem értek egyet, mert hogy a tények ennek ellent mondanak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt osztályos, két perces felszólalásra megadom a szót Gúr Nándor képviselőnek, MSZP képviselőcsoport. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom ebbe a két percesbe belesűríteni azt, amit még fontosnak tartok. A munkaerőpiaci alap hosszú éveken és évtizedeken keresztül azt a célt szolgálta, hogy fedezete legyen egyrészt annak, hogy a kialakuló foglalkoztatáspolitikai feszültségeket kezelje, másrészt pedig, hogy a már meglévő problémák tekintetében megoldásokat kínáljon. Most, amikor ennek a törvénytervezetnek a tárgyalását folytatjuk, akkor ezzel párhuzamosan a munka világát érintően nem csak és a közfoglalkoztatásból, hanem minden egyéb más az aktív eszközök finanszírozását érintően is forrás kivonások sokaságával találjuk magunkat szemben. Orbán Viktor vezette kormány Szél Kálmán programnak nevezett terv keretei között pont ebből a munkaerőpiacot segítő források felhasználásából 100, meg ezt meghaladó 1000 millió forintos nagyságrendű források kivonását teszi meg. Pont akkor, amikor óriási gond és probléma van a tekintetben, hogy hogyan és miképpen lehet segíteni az ellehetetlenült helyzetbe jutó és a megfelelő szándékkal bíró embereknek, akik törekszenek a munka világa irányába. Másik oldalról nézve persze a munkáltatóknak is kevesebb forrás jut támogatás tekintetében, hiszen beszűkülnek ezek a lehetőségek. Harmadik rész pedig, mint mondtam, a biztosítási jogviszony keretei között ellehetetlenítik a helyzeteket. Magyarul olyan szituációt hívnak életre, ahol fele vagy még fele jogosultsággal sem bírnak azok, akik befizetnek pénzeket, mint ahogy ez korábban volt. És negyedrészt, ami hasonképpen fájdalmas, hogy a decentralizáció tekintetében is szűkülnek a lehetőségek. Ilyen értelemben, akik és a leginkább látják, hogy hol, hogyan és miképpen lehetne forrásokat felhasználni, ők elnehezülnek a tekintetben. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Comba Sándor államtitkár úrnak. Önnél a szó. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő társaim, egy nagyon fontos törvénytervezet van előttünk. Mi sem mutatja jobban, ugye, hogy 11 óra elmúlt, és még mindig az első napi rendi pontnál tartunk, és még ugye a normál felszólalások sehol sincsenek, de én is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon lényeges néhány dolgot rögzíteni, tisztázni. Én azt javaslom, hogy üssünk le néhány karót. Meg tudunk-e abba állapodni, hogy ma Magyarország, mint inkább tényszerű adatot szeretnék mondani, hogy az óriási munkanélküliség mellett a vállalkozók nagyon sok esetben nem kapnak munkaerőt. Legyen ez a 33 leghátrányosabb, legyen ez Győr melletti település, tehát ez egy tény adat. Az, hogy a segélyezés nem ösztönöz a munkavállalásra, aki vitatkozik azzal, adott esetben, hogy lehet-e segéllyel annyit keresni, mint munkával, szeretném bármelyik falusi települési jegyzőt kérdezze meg, tud-e a gyakorlatában olyat mondani, tényszerűen, hogy X család, ha a felnőtt elvállalja a munkát, rosszabbul jár, mint hogyha adott esetben segélye van. Tegyék ezt meg azok a képviselőtársaim, akik csak vendégségbe járnak vidékre le, hogy pontosítsák, hogy valóban így működik-e. A gondok kétharmada, az az ország egyharmadára koncentrálódik. Nagyon-nagyon fontos, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk egyetlen pillanatra se, különösen a közfoglalkoztatás tekintetében. Nagy méretű Magyarországon a fekete és szürke gazdaság. Meg lehet-e 28.500 forintból élni, tisztelt képviselőtársaim, ma Magyarországon? Nem. Mit lehet tenni, hogyha egyébként legális körülmények között nincs munka, illegális módon szürke-fekete gazdaságba próbál ugye kiki lehetőséghez jutni?
A vállalkozók, ugye itt most nagyon sokszor elhangzott a mostani programmal kapcsolatban, hogy ez a 4 óra semmire se jó, meg ennyi idő alatt nem lehet semmit csinálni. Szeretném jelezni, hogy a vállalkozások, nem kevés vállalkozó arról számolt be az elmúlt időszakban, hogy ilyen még nem volt, hogy nincs neki betöltetlen létszáma, hanem mindenki dolgozik, sőt, sorban állnak adott esetben, konkrétan a saját választókerületemből tudom a példát mondani, mert az elsődleges munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni az emberek.